Junghausztina vagyok, művészettörténész, egyébként pedig egy roma nő, de nem ez a lényeg, hanem a kérdés, hogy szükséges-e a roma holokauszt emlékezetének külön estét vagy külön diskurzust szánni, hogyha ez lenne az előadásom legfontosabb kérdés, az előadásommal kapcsolatos legfontosabb kérdés, akkor a válaszom egy szenvedélyes igen lenne. De az előadás nem erről fog szólni, az előadásnak a hátralévő része. A roma holokauszt emlékezetével foglalkozik, és tulajdonképpen ezt az előadást azzal a képpel és azzal a történettel vezetném be, ami tulajdonképpen 1982-ben Németországban, Heidelbergben történt, amikor Romani Róze, egy roma aktivista, és a barátai berontottak a Heidelbergi Egyetem antropológiai tanszékére, és ott még mindig aktívan gyűjtögető antropológust, Sophie Erhardtot arra kérték, hogy adja át a szertár teljes gyűjteményét. És ebben a szertárban voltak ezek a viaszfejek is, akkor 1982-ben, és tulajdonképpen ez az elnyitandolás, vagyis ez a követelés tette lehetővé, hogy a roma áldozatokkal kapcsolatos tárgyak, minták és dokumentumok a német állami archívumokban, illetve azokhoz a családokhoz kerüljenek, akik nem hagyták jóvá ezeknek a tárgyaknak az archívumokba kerülését. Azonnal felmerült a német roma és szinti közösségekben az a kérdés, hogy kié legyen ez az anyag, ami előkerült a szertárból. És amennyiben valóban a közéved is mindenki értette, hogy ezek a tárgyak és ez a tudás anyag visszakerüljön a német társadalom felé, akkor milyen intézményben, milyen archívumokban, milyen múzeumokban gyűjtik majd ezeket a tárgyakat, hiszen az akkor még gyerekcipőben járó kulturális mozgalom Németországban sem termelt ki intézményeket. És talán ennek kapcsán is mondható el, hogy elterjedt egy ilyen nagyon furcsa hiedelem elsősorban a németországi roma és szinti közösségekkel kapcsolatban, és az ő viszonyukkal kapcsolatban a képekhez. És ez szerint a mitosz szerint ők egészen furcsán viszonyulnak a képekhez, illetve tulajdonképpen mint egy ilyen mágikus tárgyat tartják számon, és ezek nem szeretik, hogyha képek kerülnek róluk a nyilvánosság elé. Én azt gondolom, hogy azért is úgy beszélek erről, mint egy mítoszról, mert fontos azt mondanunk, hogy a 70-es és 80-as években tulajdonképpen az a fajta trauma, ami a roma és szinti közösségeket érte Európában, ami tulajdonképpen a képeknek a kriminalizáláshoz és elkülönítéshez és kizsákmányoláshoz és végül tömeggyilkosságokhoz vezető gyakorlata, az akkora sok volt, amit akkor még nem tematizált a német roma és szinti közösség sem. Beszéltem már Eva Justinról és Robert Ritterről. Robert Ritter antropológus kollégáival együtt, aki közül Adolf Würth 1970-ig a német statisztikai, a Baden-Württembergi statisztikai hivatal igazgatója volt. A legközelebbi asszisztense, aki Eva Justin volt, ő a doktori dolgozatát roma adopták gyerekek, német családoknál elhelyezett adopták gyerekek történeteiből írta meg, és majd vissza fogunk térni az ő munkájára, aminek konkrét eredménye az volt, hogy árvaházakból deportáltak a családjuktól elválasztott roma gyerekeket az Auschwitz-Birkenau táborba. És Eva Justin gyerekpszichológusként dolgozott a Baden-Württembergi régióban még a 70-es évek végén is. És 1950-ben Ritter öngyilkos lett ugyan, de ahogy mondom, Eva Justin, az Adolf Würth és a Sophie Erhardt ott a Baden-Württembergi régióban, illetve
Heidelberg és Tübingen környékén aktívan ténykedett még a 70-es és 80-as években is. És ez egy olyan jellegzetessége szerintem a roma holokauszttal kapcsolatos diskurzusnak és tényeknek, ami kifejezetten a roma holokausztra jellemző kizárólag, és arra a fajta tabura és csendre, ami a roma holokauszt emlékezetét és feltárását nagyon sok ideig megnehezítette. Mikor az ember egy előadást tart romaként, akkor mindig kell beszélni arról, hogy hogyan használjuk a roma és a szintó és az egyéb cigány szavakat ezen az előadáson. És nagyon sokszor megkérdezik is, hogy roma vagy és honnan jöttél, és akkor el kell mondanom, hogy nem Indiából, hanem Budapesten élek. De nem megyek vissza egészen ezekig az alaptézisekig, viszont nagyon fontosnak tartom, hogy a roma holokauszt történetét megjelenítő intézmény kiállítás és tulajdonképpen szakirodalom is nagyon kevés van. Nagyon keveset hallunk erről a történetről, nem áll össze egy egységes narratívával, és talán nem is tudjuk felidézni ennek a narratívának a legfontosabb kijelentései, fordulópontjai. Ezért fontosnak tartom, hogy egy kis bevezetőben átmenjünk ezen a kronológián, és elmeséljünk egy ilyen történetet itt közösen. Az én előadásom az nyitott a kérdésekre és a közönségnek az intervencióira, úgyhogy kérem önöket, kérlek benneteket, hogy nyugodtan jelentkezzetek, vagy szóljatok bele, hogyha a rendezők is jóvá hagyják. Ja, abszolút, de most vagy majd a végén? Szerintem... Végén szoktunk, de ha akarod, akkor... Szerintem jelzek ilyen tematikai egységeket, és akkor esetleg ott elkezdhetünk beszélgetni. És akkor elkezdem az előadást a gazdasági világválság első problémáival a történeti bevezetőben, mert hogy ugye, ahogy említettem, pont ez a narratíva teljesen hiányzik a roma holokauszt elmesélése, elbeszélése során, és akkor el kell mesélnünk azt, hogy hogyan növekedett a munkanélküliség, és hogyan tértek vissza a városlakók a vidékre, a falvakba, ahol a roma lakosságot kiszorítják a munkahelyekről, folyamatosan nő a szegénység, és a szegénység egyre inkább a helyi önkormányzatok, a helyi tanácsok egyik fontos problémájává válik. A 20-as, 30-as években a roma gyermekhalálozás az magasabb, mint 50% volt, ami azt jelenti, hogy a gyermekeknek az 50%-ánál is többen két éves kor alatt haltak meg, és a szegénység és a kiszolgáltatottság akkor is a romák körében volt a legmagasabb. Ugye nagyon sok olyan foglalkozás, a tradicionális mesterség volt a romák körében, ami igényelte a vándorlást, faluról falura való vándorlást. Ilyen volt például az ezen a képen is megjelenített mobil vándorlósok foglalkozása. Itt éppen a két háború közötti fotót látunk egy vándorlós családról. Ekkor egyébként Közép-Európában a romák nagy része már letelepedett, és csupán azért választott, azért volt szüksége a vándorlásra, mert hogy ezeket a mesterségeket, a kereskedelmet, a lókereskedelmet, a vándorlóságot, és így tovább a szörűs mesterséget gyakorolni kimentek tovább, hiszen ez jelentette számukra a megélhetést. Ugyanakkor ugye megkezdődött ez a nagyon erős verseny a roma és a nem roma vállalkozók, úgymond vállalkozók között, és egyre több olyan hivatalos megoldás is volt, ami lehetővé tette, hogy a vándorló roma munkásokat és vállalkozókat tulajdonképpen büntessék, rendőri intézkedéseket vessenek be ellenük, és ezzel limitálják ezeket a tevékenységeket.
Egyre nőtt a rendőri intézkedések száma 1890-től, és a rendőri intézkedések már a római szintű emberek napi életét, munkáját is komolyan befolyásolta. Elkezdődtek ilyen munkaengedélyek, még nem hivatalos munkaengedélyek dokumentálása, és hivatalosan is tiltva volt már a vándorlás és a koldulás. És azt is fel kell ismernünk, hogy ez a fotó például egy rendőri intézkedést mutat, amin egészen, amit a maga a rendőrség készíti a fotót, tehát a saját munkájának a dokumentálására, és beszélnünk kell arról is, hogy ezek az intézkedések tulajdonképpen kivételes karrier lehetőséget jelentettek maguknak a rendőröknek, mert ezzel tehát a romákkal való foglalkozás az tulajdonképpen az új technológiák kipróbálását jelentette a számukra, ami azt jelenti, hogy fényképet készíthettek, új lenyomatokat vehettek, sőt, nemzetközi kapcsolatokat építhettek, határon átnyúló együttműködéseket más országból való rendőr kollégáikkal. A külön azonosító dokumentumoknak a használata az 1912-ben a francia hatóságoknak a Carnet Anthropométrique dokumentumával kezdődik tulajdonképpen, ami az első olyan dokumentum, ami fényképet, új lenyomatokat és a fizikai megjelenés leírását is tartalmazta, de nagyon hamar megjelennek ezek az igazolványok más országokban is. Ez a kép a Szentpétervi Horváth Erzsébetnek az igazolványa, Bársony János tanár úr, üdvözlünk, köszönjük, hogy eljöttél, gyűjteményéből innen Budapestről. Az 1920-as és 30-as évekből egyre több ilyen cigány igazolvány szerte Európában megjelenik az archívumokban. Ezek ilyen cigány regiszterek, amik több igazolványt is tartalmaznak, illetve az igazolványok publikátumait. És 1923-ban például, amikor megalakul az Interpol, akkor kevesen tudják, hogy az Interpol első és legfontosabb feladata az valójában az európai romai szinti populációnak a regisztrációja és ellenőrzése volt. Az eugenika tudományáról beszélnünk kell a roma kontextusban is, viszont az is fontos, hogy József Jörger 1905-ben, amikor tulajdonképpen a náci teóriát is inspiráló tudományos értekezése megjelent, akkor a romák és szintik, tulajdonképpen arról értekezett, hogy a romák és a szintik hogyan szennyezik be Európa génállományát, és hogy miért szükséges a társadalom genetikai összetételének fejlesztése, például az emberi kísérletekkel, a nem kívánt csoportok kizárásával, illetve a stabilizációnak keresztül. És József Jörger egy svájci származású ember, aki ugye ezt 1905-ben végzi, és ez a kép, nem tudom mennyire jól látható, ez azt mutatja, hogy ez a zéró család, a zéró az egy ilyen kifejezetten direkt módon degradáló név, amivel ezt a családot illeti, hogyan degenerálódik a különböző delikves személyiségek és nem kívánt csoportok által, mint például az aszociális, vagy az alkoholista, vagy a vagabond, vagy a vándorló a családban. A szegregációnak a gondolata, azzal, hogy megjelenik a társadalmakban, az tulajdonképpen egy ilyen nagyon finom és árnyalt folyamat, ami először a hivatalok és a hivatalnokok által rendezett cigány konferenciákon merül fel. Elsősorban az önkormányzatok, illetve ezek a helyi, városi tanácsok
részéről, ahol ezek a szakértők a cikkek kérdésről és annak megoldásáról érdekeznek, vagyis pontosan arról, hogy milyen megoldások merülhetnek fel a cigány probléma megoldása érdekében. Ugye nagyon fontos, hogy az óriási gazdasági válság során az önkormányzatokra, illetve ezekre a kisebb igazgatási egységekre hárul a szegénység, a különböző hátrányos helyzetű csoportok segélyezése, és az egyre nagyobb problémát jelent a hivataloknak, akik hát egészen bizarr megoldásokat vetnek föl. Természetesen a kontextusok is az eddigihez hasonlóak, a cigányok notórius kriminalitását igyekeznek alátámasztani, amit egyébként már a rendőri intézkedések növekvő számáról is tudnak igazolni, hiszen tulajdonképpen ekkor már szinte minden tevékenység büntetve van, a nagy csoportban való vándorlás, az egyébként munka miatti vándorlás, a munkavállalás engedély nélkül, az utazás, a koldulás, ezek mind büntetendő, és a zenélés mind büntetendő tevékenységek voltak. Ezért a felmerülő megoldások között ezeken a cigány konferenciákon például felmerül a cigány rezervátum létrehozásának az ötlete, vagy a cigányok deportálása csendes óceáni szigetre, és természetesen a munkatáborok ötlete is először ezeken a cigány konferenciákon merül fel. Elnézést, hogyha egy kicsit ismeretterjesztő az előadásomnak ez a része, remélem, hogy aztán majd átfordul idővel. A nürnbergi törvények jelentik azt a fordulatot, ami már teljesen egyértelműen kommunikálja, hogy az állja a faj védelmében, ami ugye egy felsőrendű faj, és ennek a homogenitásának a megőrzése prioritás a nemzeti szocialisták számára. Fontos az alsórendű fajok elkülönítése, a házasságok tiltása, és ezek az alsórendű fajok a nürnbergi törvényekben egészen pontosan le vannak írva, a zsidók, a romák, a szintik, a feketék, a szlávok és még sok más csoport. A nürnbergi törvények egészen konkrétan utalnak arra, hogy ezek az alsórendű fajok a törvények szerint alacsonyabb szellemi képességűek, magatartásuk, morális értékrendjük pedig, magatartásuk és morális értékrendjük is különbözik, ami pedig öröklődik generációról generációra. A nürnbergi törvényeket támasztják alá, és tulajdonképpen eredményezik is a faji tudományok, és a faji tudományok, hát hogy is mondjam, egyik eredménye az 1936-ban létrehozott faji higiénia és népességbiológiai kutatóközpont, ami tulajdonképpen a birodalmi egészségügyi hivatal, a Berlinben létező birodalmi egészségügyi hivatal egyik projektje, és ami összeolva tulajdonképpen a kriminálbiológiai intézettel is. Ugye ennek volt a vezetője, a már említett Robert Ritter, és már 1936 előtt is tulajdonképpen az egész szinti közösségben óriási genealógiai kutatásokat és antropometriai felméréseket végeztek, és a német-római szinti közösségben végzett kutatásaikat adták át 1941-ben a deportáció előkészítéséhez a birodalomnak. Innen kezdve már teljesen egyértelmű volt, tehát a nürnbergi törvények és a fajtudomány konklúziójaként, hogy lehetséges a bűnmegelőzés kontextusában tovább folytatni a szinti és roma embereknek a, a,
a megalázását és az adminisztrációját, regisztrációját, mert hogy ők született bűnözők, és tulajdonképpen a biológiai és fai kutatások hát hogy is mondjam, következményeként alátámasztottnak tekintették. Hogyha még nem is követett el bűn, de ez az illető egy idővel majd fog is, és ezért tulajdonképpen már a gyerekekről is készültek ezek a profilokat és szerepképeket tartalmazó bűnmegelőzés érdekében készített fotók a Gestapóban. Az első cigány táborok tulajdonképpen nem a náci birodalomban, vagy az SS fennhatósága alatt jöttek létre Németországban, illetve Európa más részein, hanem a helyi önkormányzatok és tanácsok kezdeményezésére, a roma helyzet megoldására alakultak. 1935-ben Köln mellett több mint 500 romai szinti embernek kellett elhagyni a lakását. Ez volt az egyik első ilyen kilakoltatás, és átköltöztették őket egy cigánytáborba, Bickendorfba. De ugyanilyen táborok jöttek létre Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Essen és Hannover környékén is. 1936-ban a berlini olimpia idején az összes berlini szintót és romát a Marzani táborba, a város külsejébe deportáltak, és nem is hagyhatták el a karaván otthonaikat, ami azért furcsa, mert a családok egy jó része teljesen rendes polgári házban, lakásban élt, és akkor látott életében először ilyen karaván tábor. A sterilizálással kapcsolatos törvény 1933-ban a nem kívánt utódok megakadályozására jött létre, és nem csak a romákra és a szintékre, de a fizikai és mentális és fogyatékkal élő emberekre is kiterjedt, az összes alsórendű fajra, ahogy a németek fogalmaztak. Körülbelül 400 ezer sterilizált ember van a roma áldozatok között, és 1988-ban beszéltünk először a roma holokauszt kontextusában magáról a sterilizáció tényéről, és ekkor kerültek elő az első dokumentumok is. 1938-ban Himmler SS főnök körülbelül beszél először a végső megoldásról a cigány kérdés ügyében. És nagyon fontos azt kijelentenünk, hogy a náci rezsim végül nem állított elő olyan cigány törvényt, amelyet Himmler itt vizionál, ugye felolvassuk egy-egy részleteit. És pontosan azért, mert hogy a náci rezsim nem állított elő ilyen cigány törvényt, nagyon sok történész megkérdőjelezi a roma holokauszt tényét és legitimitását. Nézzük meg, hogy mi az, amit Himmler vizionál ebben a körlevélben. Követelem, hogy minden letelepedett és nem telepedett cigány, ideértve a cigány életformát választó utazókat is számára legyen kötelező a regisztráció a Birodalom kriminológiai rendőrségének központjában, hogy így szüntessük meg a cigány kihágásokat. A helyi rendőrség irodák kötelessége, hogy a cigány kihágások elleni küzdelem során jelentsenek minden olyan személyt, akit kinézete, ruházata, szokásai vagy életmódja alapján cigánynak, vagy részben cigánynak tekinthetünk. A cigány kérdés megoldása a nemzeti szocialisták nemzeti regisztrációjának felelőssége. A német állam tiszteletben tartja az idegenek nemzeti identitását és egyben kiemelt jelentőséget tulajdonít az állam azon törekvésének, hogy fenntartsa és megőrizze a német nemzet homogenitását. Ehhez pedig a cigányság német néptől való elkülönítése, a tiszta és részleges cigányok életének szabályozása alapfeltétel. Az ehhez szükséges jogi kereteket egy cigánytörvények keresztül lenne szükséges megteremteni, amely megakadályozza a vér további keveredését
és amely szabályozza a legfontosabb kérdéseket a német nemzet területén lévő cigányokra vonatkozóan. Tehát nagyon sok történész úgy érvel, hogy a cigányok csak ilyen járulékos áldozatai magának a holokausztnak, és ezért nem kell a roma holokauszt feltárására, kutatására és elbeszélésére külön koncentrálnunk, mert hogy ilyen részleges és kisebb veszteséget jelentenek. Viszont Himmlernek ez a körlevele is pontosan mutatja, és hát remélem, hogy az eddigi tények is pontosan mutatja, hogy konkrétan romák ellen irányuló intézkedések tömegeit tudjuk azonosítani. Ez a dokumentum 1938-ból származik, Ausztriából, és azt mutatja, hogy az ausztriai bekebelezés után 1938-ban megkezdődnek a deportálások munkatáborokba. Ez a dokumentum például azt mutatja, hogy ezt a 19 roma embert melyik munkatáborba hurcolták el, legtöbben Lakenbachba kerültek. Tulajdonképpen 1938-ban már nem volt roma munkanélküliség, mert hogy volt közmunkaprogram. És ezt egészen komolyan szó szerint olvashatjuk a dokumentumokban, hiszen a háborús termelés és a német iparágak azok felvették a roma munkaerőket is, és természetesen kizsákmányolták és rabszolgaként alkalmazták őket, de akkor sem voltak már munkanélküli romák is szintig Európa területének volt. A Lakenbachi munkatáborról láthatunk egy képet, ami a legnagyobb üntetőtábor volt az egész birodalom területén, ahol több mint 4000 roma és szinti ember volt bezárva, és ezeket a rabokat is kényszermunkára vitték a környező gyárakba és vállalkozókhoz. 1941-ben pedig átszállították Lódzba az itt lévő több mint 4000 bentlakó közül 2000, a többi pedig 43-ban Auschwitzba deportálták. És hát nem kellett sokáig várni, hogy Európa szerte rengeteg tábor, munkatábor és büntetőtábor nyíljon meg. Tudjuk ugye, hogy a romák az antiszociális jelet kapták a ruhájukra, ami fekete az élén álló háromszög volt, illetve voltak olyan táborok, ahol barna háromszöggel jelölték a romákat. Ugye 1938-ban voltak az első deportálások, de 39-ben már tömegesen deportáltak a romákat szerte Európában. És tulajdonképpen ezzel elkezdődik egy ilyen ördögi kör, mert hogy a munkára alkalmas embereket, férfiakat és nőket elhurcolják a roma falvakból, a roma telepekről és közösségekből, és a gyerekek és az öregek maradnak ezeken a helyeken, akik természetesen újból hatóságoknak a segítségét igénylik, és ezzel még erőteljesebben igyekeznek a hatóságok megszabadulni a még náluk lévő roma emberektől. 1941-ben Lódzban tifuszjárvány tör ki, és ekkor vagonokban igyekeznek átszállítani az itt lévő roma embereket a Csámnyó körüli területekre, a csámnyói táborba. Az átszállítás azonban inkább egy ilyen alantas gyilkossági akció, mert hogy ezekben a vagonokban gázosították el az átutazó, az átutazásra szánt embereket, összesen 5007 halottja volt ennek az akciónak. 1942-ből vannak olyan dokumentumok archívumokban,
elsősorban a Heidelbergi archívumban, ahol több rokon jelentkezik a német és lengyel hatóságoknál is, hogy szeretnék meglátogatni a rokonaikat, azonban a Lódzba deportáltaknak, vagy a Lódzba telepítetteknek nem adtak a családjaiknak látogatási jogot, és ezt is kommunikálták a hatóságot, hogy nincsen látogatási jog. 1942. december 16-án jelent meg Himmlernek az utasítása, hogy minden még élő cigányt a német birodalom területén deportálni kell Auschwitzba. Ez az auschwitzi dekrétum, és ez az utolsó fázisa a romák és szinti és cigányok elpusztításának. Ekkor kezdődik meg tulajdonképpen a legutolsó nagy óriás deportációs hullám, ami 1943. áprilisában van a csúcspontján. Több mint 20 000 roma és szintú ember érkezik meg abba a 32 fabarakba, ami tulajdonképpen az auschwitzi tábornak a cigánytábor része. Ők 1944. júliusában már a 70%-a ezeknek az embereknek meghalt, és azt is tudjuk, hogy azok, akik 1944. augusztus 2-án még éltek, az a 2879 ember, az is ott lelte a halálát, amikor meggyilkolták őket. Ez a kép Anna Maria Szertelesteinnak a fotója, amit 1944-ben a Westerbork-i táborban készített róla egy zsidó bentlakó, Rudolf Breslauer, akit a tábor parancsnoka utasított egy filmfelvétel készítésére. Ez a kép tulajdonképpen a zsidó holokausznak az egyik szimbóluma lett a szakirodalomban, és a zsidó holokauszt narratíva megalkotásában is egy fontos illusztráció. Nagyon kevesen tudják, illetve csak 1994-ben egy holland újságíró átvegyemelt kutatása nyomán derült ki, hogy valójában Szettel-Steinbach egy szintó családnak a kislánya, akik közül egy népes családból csak az édesapa érte túl a deportálást. 1941. március 19-én indult Szettel Auschwitzba, és néhány nappal később meg is halt. És ezzel a diával így elkezdeném a roma holokauszt narratíva megalkotásának a nehézségeiről szóló, hát hogy is mondjam, részét ennek az előadásnak. És ugye ez az első nehézség, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz visszakövetelni, vagy megtalálni a holokauszt általános reprezentációban, történetében és elbeszélésében a roma elemeket. És akkor kívántam osztani mindenkivel ezt a példát, hogyha meg tudom írni ezt a linket, nem tudom. Tehát, hogy meg szerettem volna mutatni egy példát. Ami az én saját családfalkutatásomnak egy része, mivel azt próbálom mutatni, hogy tulajdonképpen a legtöbb roma, szintó, cigány történet az egészen mélyen rejtve marad a zsidó archívumokban. 1908-ban született dédnagymamám testvére, akiről itt azt olvashatjuk, hogy ugye a bajor zsidó regiszterben lelhetők fel az ő adatai, és egyáltalán nem tudtuk megtalálni, amíg ezeket a zsidó dokumentációs archívumokat meg nem kerestük és kutatni nem kezdtünk a mi saját családunknak a túlélői iránt.
Van egy másik nagyon fontos dolog, ami miatt a roma holokauszt narratívája nem áll össze egy teljes egészén. Ez pedig az, hogy mivel ezeket a történeteket nagyon nehezen és tulajdonképpen jelentős késéssel a zsidó holokauszt kutatásához képest találtuk meg, ezért nem igazán tudtunk építeni a személyes történetekre és a személyes vallomásokra, a túlélőknek a személyes vallomásaira. Ezen a képen a már említett Karl Stojka látható, és Csaja Stojka. Addig beszélek a Csaja Stojka néniről. Tehát, hogy nem építünk ezekre a személyes vallomásokra és történetekre elég erőteljesen, és ennek természetesen az intézmények és a roma kultúra kutatásához, interpretációjához és feltárásához szükséges infrastruktúra hiánya is hozzájárul, de nagyon kevesen ismerik még a roma közösségen belül is Karl Stojka, Csaja Stojka történetét, vagy a Johann Friedrich Rollmann történetét. Csaja Stojka például 10 éves volt, amikor Ausztriából deportálták, először Auschwitzba, Auschwitzból, aztán Ravensbrückbe, Ravensbrückből Bergen-Belsenbe, túlélte mind a három tábort, és az 1980-as években kezdett el a holokauszttal kapcsolatos élményeiről, tapasztalatáról és traumáiról nyíltan beszélni. És amikor elkezdett beszélni, akkor azzal kezdte, hogy egyből arról beszélt, hogy mennyire fontos, hogy megtörje a hallgatásnak a roma közösségre addig jellemző tabuját, mert hogy Auschwitz csak alszik, és az is nagyon fontos, és így idéztem azt, hogy a néni, az is nagyon fontos, hogy a roma holokauszt emlékezete, megint idézem, a roma holokauszt emlékezete a szélszárnyán kell, hogy szálljon a következő generációkra. Ugyanilyen fontos például Johann Friedrich Rollmann története, aki 1933-ban megnyerte a német tehersúlyú bajnok díjat, box bajnok, és egy évvel később visszavonták tőle ezt a díjat, holott tudjuk, hogy 36-ban részt vehetett volna az olimpián, majd őt is deportálták, és több tucat SS-tisztel kényszerítették Krimbe a halála előtt, ami a wittenbergi koncentrációs táborban érte őt, és csak 2003-ban kapta vissza a behelyesülő bajnok elismerést a német kormánytól. Ezekre a személyes történetekre nem tudunk úgy támaszkodni, mint például a zsidó közösség tette az Anna Frank esetében. És ennek nem az az oka, hogy mi nem tudunk eleget ezekről a történetekről, hanem az infrastruktúra és a rendelkezésünkre álló, illetve rendelkezésünkre nem álló tények, tehát a politikai, gazdasági és kulturális elnyomás elsősorban. Igen. Akkor föl kell lépni oda, ahol kell a dolog, és akkor az a link volt, ami nem jött a családhoz. Mindent tudtunk
beszéltünk arról, hogy pontosan kit keresünk, és honnan indult Theresienstadtból, és hova került végül. Ennek ellenére nagyon sokáig nem találtunk adatokat, hiszen zsidó archívumok kanonizálták és tartották nyilván, és tulajdonképpen nem is számítottunk rá, hogy az egyikben megtalálhatjuk, mint zsidó áldozatot a saját családunknak a túlélőjét, a Charlotte Junghaust, és a nem tudom, láttátok alatt a kis lányt, aki egy éves volt abban, akkor. És egyébként ezt bárki megteheti, most már itt a United States Holocaust Memorial Múzeumnak a weboldalán az adatbázisok azok centralizáltak, tehát az összes adatbázis kutatható ezen az egykeresési felületen keresztül, ami hát egy óriási előrelépés. Szerintem nagyon hagylak én benneteket az én cselekvő történetemben. Említettem már, hogy tulajdonképpen a művészek azok, akik először kezdenek beszélni a holokausznak a traumájáról a roma közösségben. Viszont ezt nem tehették volna meg, sem, én úgy gondolom, hogy sem Kalasztojka, sem pedig Csajasztojka. Hogyha itt Közép-Európában és konkrétan Magyarországon a roma értelmiség, a kulturális mozgalom legelejétől kezdve nem hangsúlyozza azt, hogy a roma holokauszt elismerése történelmi tényként, és a roma holokauszt emlékezetének a visszaforgatása a művészeink segítségével a jelenkor társadalmai felé, az egy nagyon fontos küldetése a roma mozgalomnak és kötelessége a társadalmainknak. És ebben a kontextusban már sokkal jobban értelmezhető, hogy 70-es évek végén kezdi a munkáját Daróczi Ágnes, a 80-as évek legelején alakul a Pralibe, György Péter, Rikó Jenő, Daróczi Ágnes, Nemélyi Mari, Horváth Aladár, ott vannak az alapított tagok között, és ők egészen aktívan tematizálják a roma holokausznak a jelentőségét a kulturális mozgalmon belül, és véleményem szerint ez a német, hogy is mondjam, roma értelmiségiekre is inspiráló és felszabadító hatással van. A holokauszt emlékezete a roma művészetben az a roma mozgalom legfontosabb eredményeit is hozza. Ami az alatt azt értem, hogy tulajdonképpen a roma holokauszt emlékezete mentén történik meg az először itt Magyarországon például, hogy roma művészek megjelennek a kortárs művészetnek az ő hivatalos templomában, a Műcsarnokban, és ezt a képet a 2004-es elhallgatott holokauszt kiállításról hoztam, akkor Bódi Katalin Mamó és Papó című munkája elég nagy felfordulást okozott. A művész kiállította azt a két kárpótlási csomagot, amit a Fehér Kereszt Alapítvány adott neki, miután Mamóját és Papóját, a nagyszüleit azonosították roma túlélőként, és ebben a csomagban voltak tisztasági termékek, meg tészta, só, és ezeket így szépen elrendezte a művész két pedesztálon. Fölötte van ez a fanyargó portré, de a műnek az igazán nagy botrányt kiváltó része a Fehér Kereszt Alapítványnak a kérdőíve, az a pedesztálnak a 4-4 oldalára volt szépen felragasztva, és ebben a kérdőíven egészen intim kérdéseket tettek fel a csomagoknak az átvevőinek, ami az egészségükre, az életvitelükre vonatkozott, mennyi sót használnak körülbelül egy hónapban, hogy mennyit költenek élelmiszerre, hogy ennek a gyermekvállalási elképzeléseik, és így tovább. Úgyhogy a második napon a Fehér Kereszt Alapítvány kérésére a pedesztált Fabini Júlia igazgatónő összevisszahordozta az intézményben, azóta gondolja, hogy most hova tegyük a botrány elkerülése véget. És hoztam egy másik példát is, amivel arra próbálok rámutatni, hogy a holokausznak a
tematikus megjelenéssel, a mozgalomban és a roma művészettel kapcsolatban az új mediális megoldásokat eredményezett. A művészek ezen a kiállításon elszakadtak attól az elsősorban színes olajképeket és nagyon komoly műtárgyakat kezelő tradíciótól, ami a roma naív művészethez kapcsolódott. Igen. Bocsánat, csak mint az előzőhöz visszakérdeznék, hogy akkor még mi lett ezekkel a kérdőívekkel, vagy akkor nem állítottak ki? A kérdőíveket a pedesztált tisztára kellett cserélni, maradt az installáció és a portré, és a Fehér Kereszt Alapítvány hosszas levelezésbe kezdett a műcsarnokkal. Jogi következményei nem lettek akkor a ennek a projektnek. És itt pedig Balogh Tibornak a megoldását szeretném megmutatni. Ez egy installáció, hogy azt akartam mondani, hogy új mediális megoldásokat és konceptuális munkáknak a felbukkanását eredményezte. Balogh Tibornak az installációja a Könnyeső címet viseli, a látogatók bementek ebbe a fülkébe, és ott a művész által megszerkesztett a roma diszkriminációt és a romák elleni támadásokat megjelenítő újságcikkeket olvashattak, összegyűjtötték kis kémcsövekben a reakcióikat, amiket a művész feldolgatott a fülke fölé, és a kiállítás végén a óriási könnyes zúgott a teremben. És az gondolatot szeretném volna még elmondani, hogy a roma holokauszt tematika megjelenése a kortárs művészetben az tulajdonképpen teljes szinergiába lép a kulturális mozgalom általános intézményekért és a roma holokauszt elismertetésért és emlékhelyének megteremtésért folytatott munkával. A roma holokauszt emlékezetének a kutatása és a kortárs és ezeknek az eredményeknek feltárásoknak a társadalmaink felé való visszaforgatása az egy közép-európai értelmiségi törekvések volt a kezdetekben. Mégis valahogy úgy alakul, hogy itt Közép-Európában van a legkevesebb intézmény és emlékhely. 1994-ben ugye nyílt meg az amerikai washingtoni múzeum, amiben a Science of Race szekcióban szerepelnek a romák, mint egy, hogy is mondjam, kiegészítésképpen a nagy narratívához. 97-ben a Német Szintik és Romák Dokumentációs Központja nyílt meg Heidelbergben, aminek 2006-ban megszületett az utazó kiállítása, és 2006-ban szintén akkor nyílt a Kossuth emlékhely roma barakja, amiben Romani Róze kurálta az ott lévő jelenlegi kiállítást, és 2008-ban volt csak a roma holokausztot megjelenítő nagy kiállítás itt a régióban, a Roma Kultúra Múzeumában, Brünóban, ahol egyébként a Sachsenhauseni archívumban lévő nagy, illetve hát viaszfejek is láthatóak. Ugye már ezekből is látható az a helyzet, hogy a roma holokauszt emlékezetét közintézmények és múzeumok kiállításai kutatva nem nagyon találunk eredeti fényképet, tárgyat, dokumentumot sem nagyon. Ezzel pedig a roma holokauszt a valóságban távoli fiktív narratívává válik, amelynek nincsenek tárgyai, nem igényelt tereket és főleg nem intézményeket. A Heidelbergi Szintje és Roma Dokumentációs Központ kiállítása nyomtatott panelekkel és adatvizualizációval, valamint vetített képekkel dolgozik, kiállításán egyetlen eredeti tárgy sincsen. A roma holokauszt történetével foglalkozó kiállítások közül egyedül ugye a Brünói Múzeumban láthatóak a Sachsenhauseni holokauszt archívum eredeti fejei. Az auschwitzi kiállításról mondanék még pár szót. Ugye Romani Róze kurátori koncepciója tulajdonképpen az lehetett, hogy teljesen ugyanúgy jelenítse meg roma embereket, mint ahogy
a zsidókat normális állampolgárai az akkori Európának az ő kiállítási koncepciójában, és tulajdonképpen az összes kiállítással elmondható az a nagyon furcsa, szinte kényszeres igény arra, hogy a roma holokausztot történelmi tényként ismertessük el és kanonizálhassuk, mint egy a zsidó holokausztal, hát hogy is mondja, egyenrangú, egyenlő fajsúlyú dologként, és ez a, és véleményem szerint ez a fajta adatvizualizálós, a történelem adataira támaszkodó, térképekkel dolgozó konstrukció nem feltétlenül hatékony, főleg nem abban, hogy ezt a tudást visszaforgassuk a roma közösségek felé. Talán kérdezem én, lábjegyzetben eljött az ideje az auschwitzi kiállítás átalakításának is. És akkor fontos beszélnünk az emlékhelyekről is. 1991-től 2011-ig több mint 20 éven keresztül a berlini roma holokauszt emlékmű, ami a Reichstag mögött a Tiergarten sarkában található, és szinte elkerülhetetlen, hogyha az ember Berlinben jár, ez egy építési terület volt. Ezek olyan képek, amik 2011 során készültek erről az építési területről, jól láthatók a falak, meg ezek az építési anyagok, amik vannak rakva. 1991-ben hozta a német szövetségi kormány azt a rendeletet, hogy szükség van egy roma emlékműre, roma holokauszt emlékműre. 2004-ben kezdtek el végül, akkor volt az alapkőletétel, Dani Caraván a művész, aki megkapta, aki elnyerte a pályázatot ennek az emlékmű létrehozására, erre az emlékmű létrehozásra, és 2008-ban a művész, a berlini szenátus és a szövetségi szint közötti nézeteltérések miatt, tulajdonképpen ilyen egójátszmák miatt megrekedt az építkezés. 2012. júniusában a roma bölcsek intervenciója a 7. berlini biennálén szerintem egy óriási erőfeszítés volt annak érdekében, hogy ezek az egójátszmák befejeződjenek. A roma bölcsek az egy kvázi diplomáciai testület, amelynek a magyar tagja Daróczi Ágnes, aki itt van velünk a közönség soraiban. Üdvözlünk, Ági! És a roma bölcsek intervenciójának a lényege az azon túl, hogy egy nagy demonstrációt szervezett az emlékműnél, az is volt, hogy mediáljon a városi tanács, a szövetségi szint és a művész között. Továbbá elég jelentős nemzetközi figyelmet generáltak az emlékmű szégyenteljes helyzetére ahhoz, hogy a németek ne engedhessék meg maguknak, hogy tovább húzódjon az építkezés, és minden bizonnyal a bölcsek közbenjárásának köszönhetjük azt, hogy 2012. novemberében aztán elkészült az emlékmű, és megtartották az avatási ünnepségeket. A roma bölcseknek a dokumentumából idézek, akik tulajdonképpen a European Council-nak a következő projektjük, az egy European Council felé benyújtott dokumentum volt, a roma holokauszt elismertetése érdekében. És ebben a dokumentumban az emlékhelyek tiszteletben tartásának a követelése jelentkezik, a roma holokauszt oktatásba való, tananyagba való beillesztése, az augusztus 2-ai holokauszt emléknap elismertetése, a sírhelyeknek, amiknek lejár a nyugalmi időszakuk, azoknak az automatikus meghosszabbítása és tiszteletben tartása, amit a helyi hatóságok meg az államok nem tudnak felülírni, illetve a tömegsírok és emlékhelyek rekonstrukciója, védelme áll. Nagyon fontos, hogy illetve hát túlélők és a fiatalok közötti párbeszéd segítése.
nagyon fontos, hogy amikor felmerül a roma holokauszt elismertetésének a kérdése, akkor mindenki pánikba esik, és azt gondolja, hogy ez elsősorban a kárpótlásnak a követeléséről szól, holott ezek a követelések egyáltalán nem a kárpótlási botrány megoldására irányulnak, hanem arról, hogy a roma holokauszt emlékezete az valóban egy fontos és elismert stratégikus döntése legyen, ne csak a roma közösségnek, hanem az európai társadalmaknak is. És az elderek, ugye ez egy európai dokumentum, ami meg lehet nézni a weboldalon egyébként. A bölcsek tehát kitérnek arra is, hogy ez pontosan miért fontos. És ezek között ott van az, hogy nem vállalhatjuk azt a kockázatot, hogy olyan ideológiákat tolerálunk, és olyan környezetet teremtünk tisztázatlan szabályozásokkal, amelyek a II. Világháború alatti roma tömeggyilkosságoknak is tártalaj biztosított. És ott van az is, hogy pontosan azért, mert a romák jelentős része ma is üldözés áldozata Európa különböző részein. Általában nagyon tudománytalan dolog egyszerűen párhuzamot valami, vagy folyamatosságot teremteni a holokauszt és a jelenkori diszkrimináció között. Én szerencsére nem vagyok történész, és én bátran megteszem ezt a lépést. Azon a területen, ahol én dolgozom, vagy kutatok, ami a vizuális kultúra, illetve a roma ábrázolás és művészet területe, itt teljesen egyértelműnek tűnik számomra az, hogy az európai roma történelem az tulajdonképpen a romák európai városokból való kizárásának, kiszorításának, kriminalizálásának valami kisebb és nagyobb, tragikus méretekig növekvő tömeggyilkosságoknak a több mint 600 éven át tartó története. Ez igazi szentségtől, és remélem nem tudományos egy gyilkosság, éppen nem csinálok. És akkor itt ilyen autopályotra váltok azzal, hogy van szövegem. A paramilitáris szervezetek, rasszista és neonáci csoportok, a Magyar Gárda és a Kuruc.info weboldalán már 2008-ban megjelentek azok a vizuális elemek, kreatívok, amelyek a roma ellenes erőszakot és retorikát vizuális eszközrendszerrel egészítették ki. A Kuruc.info, a Magyar Gárda, a Szent Korona Rádió és a Magyar Gyerek weboldalak illusztrációinak nagy része a paramilitáris szervezetek felvonulásait jelenítik meg a tradicionális nemzeti szimbólumokkal. E képek célja, hogy láthatóvá tegyék és megsokszorozzák, más szóval terjeszték a terrorizmus láthatatlan bálványát, és hogy megmutassák a radikális gonosz alapját, illusztrációja az apparátus szerveződésének. Ezek a képek ideológiai manipuláció ügynökei, amelyek kárfesznek a roma emberekben. Úgy működnek, mint a pornográfus képek, amelyek Catherine McKinnon értelmezése nem az erőszak egyszerű megjelenítései, hanem maga az erőszakos degradáció cselekménye. A sovinizmus és rasszizmus a látványbeli erőszakkal ketté hasítja tárgyát, és ezzel egyszerre láthatatlanná és hiperláthatóvá teszi azt. Ezek a rasszista képek tudatosan torzítják és manipulálják roma tárgyukat, amik az a maximális udvar kiváltására alkalmas lesz. Ezt a gyakorlatot leplezi le a nagy botrányt kavart szlovák választási plakát, amely modelljét feldagasztotta, kitetoválta, majd visszaugrok, kitetoválta, besötétítette, majd fölé szerezte a szlovák SMS párt. A plakáton az olvasható, ne eltessük azt, aki nem akar dolgozni. A képen szereplő férfinak fogalma sem volt arról, hogy a cigányellenes plakáthoz kívánják a fotóját felhasználni. Julia Kristeva feminista teoretikus elméletei rámutatnak arra, hogy az objekt az, amelyet a társadalom piszokként jelöl ki, amely az általunk elképzelt vagy vágyott rendet megzavarja, és amely kiforgatja az identitást, a rendszert, a rendet, nem tiszteli a határokat, a tereket és a szabályokat. Krisztina hasonlata a tejföléről szól, amelyet a gyermekkora óta betegesen undorodik, és tökéletesen szemlélteti számára a fogalmat. A rasszista plakátok egy része az objektifikáció gyakorlatát tovább fokozva kívánja megmutatni, hogy hogyan szennyezik be a romákat.
tisztaságot. Ugye vannak olasz példák is, itt éppen Donna Italiát szentségtelenítik a roma emberek. Ez pedig egy brüsszeli plakát 2013-ban, ami igyekszik megkülönböztetni a román normális családot a roma nem normális családtól, a romániai kormány megbízásából készültek. Miközben a közbeszéd és a média elnyomja és elfedi a támadásokat, a gyilkosságok emlékeit, a művészek a roma gyilkosságok emlékének megőrzését és visszafordítását kísérlik meg. A Budapesten élő német művész Alek Sikorszky tantárszekrénynek adományozta Robi és Robika című emlékművét. Az Asztrahány szoborcsoportot, amelyet Sikorszky kifejezetten a tantárszekrényi játszótér térbeli adottságaihoz tervezett, a tantárszekrényi önkormányzat köztestülete visszautasította, azzal érvelve, hogy Tatárszentgyörgy község területén nem járunk hozzá szobor felállításához, mivel a községükben lakókat és községükben érkezőket mindig is a tragédiára emlékeztetnék, pedig szeretnénk ezt mindannyian elfelejteni. A magyar közpolitika a felejtést támogatja méghozzá lehetőleg gyorsabban. Ez a speed felejtés csökkenti annak esélyét, hogy a hétköznapi rasszista megnyilvánulásokat úgy érzékeljük, mint egy régóta elhallgatott, elfogyott genealógia egyszeri megnyilvánulásait. Más lehetőség hiány, a tragédiák emlékét olyan kortárs művészeti alkotások ábrázolják, projektálják és rekonstruálják, mint például Nemes Csaba hordozható tüntetőtáblái. A Galeri 8 többsöves expozíció című Szász Anna Lujza kurátor koncepciója mentén megvalósult kiállításán bemutatott táblák cím nélkül magukért beszélnek. Az első Horváth Erzsébetet ábrázolja, akinek a szombathelyi Vas megyei archívumban őrzett igazolványából tudjuk, hogy Szentgotthárdon 1920-ban született. Igazolványa meglepően részletes leírást a testi jellemzőiről. A második táblán a művész családi fotóarchívumának egyik képen inspirálta. A képen az 50-es évek lakhatási programjának eredményeképp olcsó hitelből megvásárolható, leértékelt házat láthatunk, melyet a művész egyik előnye örökített meg. Lejárta előtt ott sarakodik a tulajdonos roma család, szorosan zárt ék alapú rendben, mely talán a fényképezéstől vagy idegentől való szorongást sejteti, és feleleveníti az 1950-es, 60-as évek romák ábrázolására irányuló etnográfiai és szociofotó hagyományának hasonlóan szerkesztett kompozícióit. A harmadik táblán az a kiégett tetőzetű sárgaház látható, amely a tatárszentgyörgyi gyilkosság helyszíneként bejárta magyarországi és európai médiát, és amely gyakori idézettsége az ismétlés és újrafelismerés eredményeképp a roma gyűlölet, terror és a félelem szimbólumává vált. Ezek a tüntetőtáblák nem csak a fotóknak, a holokauszt emlékezetét formáló erejét és abban játszott központi szerepét hangsúlyozzák. Nemeshez hasonlóan Zádor Tamás is a fotó műfajában tesz kísérletet. Az áldozatok temetéseinek fotodokumentációját gigantikus panoráma képeken végezte el, óvatosan figyelve a szertartások minden jelenetét és mélységes tiszteletre és szolidaritásról árulkodó alázattal örökítette meg a néma fekete tömeg minden apró részletét. Ez nem azért homályos ez a kép, mert hogy így sikerült, hanem bizonyára tudják, hogy február óta most már nem lehet ilyen csoportképeket vetíteni, amik felismerhető arcok vannak, és amikor nem kértünk engedélyt az ott szereplőktől, itt viszont megkerestem a kedves ismerősöket, és megkértem, hogy hadd szerepeljenek az előadásomban, úgyhogy őket vetíthettem. Baraponyi Szabolcs Szembesítés című sorozatát az áldozatok családtagjait életnagysági fotóit bemutató képeken, kihasználva a szűkös téradta pszichológiai lehetőségeket a Műcsarnok Menüpont galériájában állította ki 2012-ben. A kiégett és lerombolt házak előtt álló tűvédők számon kérő tekintetével szembesülni felkavaró és valóban transformatív élmény. Ha figyelembe vesszük, hogy a megbékélés valójában társadalmi folyamat, mely a múltbéli szenvedések közös elismerését és a fenntartható békés együttélés érdekében a destruktív attitűdök és viselkedések konstruktív kapcsolatokká való átalakulását jelenti, akkor észre kell vennünk, hogy a roma kontextusban a
az örökös kudarc mintázatát, az ismétlődő hibák ördögi körét tapasztaljuk meg, ami a szakirodalomban a konfliktus csapda néven is nem elhúzódó konfliktust eredményezi. Lehet-e egyáltalán bármilyen roma programért vagy kezdeményezést indítani konfliktus és trauma közepette? És ha egyszer már bizonyítást nyert tudományosan és a konfliktus megkerülés gyakorlatában is, hogy a megbékélés a múlt elfogadásával és elismerésével kezdődik, hogyan lehetséges, hogy a romák esetében mindig csak és kizárólag a jövőre koncentrálunk? Paul Gilroy, posztkoloniális teoretikus, miközben különbséget próbál tenni az öröklött lelkiismeret fordulás és a konstruktív szégyen között, azt írja Posztkolónia a melankólia című könyvében, hogy szükséges a bénító lelkiismeret fordulás átalakítása egyfajta hatékonyabb szégyenérzetté, amely elősegíti a multikulturális nemzetépítését, amely többé nem retteg az idegeneknek és másoknak való kitettségtől. A hierarchiák felforgatásáról és a megbékélésről szóló diskurzusok különböző hatalmak és érdekek által létrehozott hegemónia támadásai is sürgetik az olyan kérdések megválaszolását, mint hogy ki dönti el hogyan és mikor kerüljön sor a megbékélésre. A xenofóbia, rasszizmus és etnikai konfliktusok Európa szerte egyre gyakoribb kitörései közepette új stratégiákra van szükségünk ahhoz, hogy szembenézzünk a politikai tekintélyel és annak negativitásra és fragmentációra ösztönző hatalmával. Éppen ezért megszállottan kutatunk olyan konstruktív és transformatív modellek után a teória, a művészet, a kultúra és az élet területén, amelyek segítségével közelebb kerülünk a megbékélés, változás, megoldás, vagy a rapprochement, ez egy ilyen európai fogalom, fogalmainak kiteljesítéséhez. Itt pedig a tábor és a koncentrációs tábor visszaköveteléséről beszélek tovább, sajnos idő hiában lerövidítem az írott szövegemet. Ethan Brooks teoretikus az, aki arról beszél, hogy szükséges a roma holokausztából és magának a roma tábornak a visszakövetelésre, mert hogy ez azt jelenti számunkra, hogy visszaköveteljük a holokauszt történelmét saját magunknak. És itt utal Bruce a táborral kapcsolatban, a szakirodalomban, például Agamben, Homo Sapiensben megjelent, a Sovereign Power és Bad Life című könyvben megjelent elméletre, miszerint a tábor a jog és a tények egy olyan hibridje, amelyben a két terminus megkülönböztetetlenné válik, vagy hogy a tábor elgondolása például a szintén Agamben diskurzusaiban az maga lesz a modern megtestesítője, a modernitás normája, mert hogy leleplezi a szuverén hatalom alapjait. És a tábor elgondolásai azok az elengedhetetlenek a roma nomádicitás elgondolásainak, a jelenkori diskurzusainak az értelmezése. Amikkel azonban, amiket én egyébként nagyon problematikusnak tartom. Tehát rekonstruálni a roma nomádicitást pontosan azért, hogy visszakövetelhessük a tábort. Ez egy olyan diskurzus, amit kultúrateoretikusok nagyon fölkaptak és nagyon szeretnek mostanában. Szerintem ezt én át fogom adni ezt a nomadicitás kritikájáról szóló szövegemet a szervezőknek, mert ez egy nagyon kurrens probléma itt a roma ábrázolás és művészek és kultúrálmélet kapcsán, ami megtermékenyítől lehet, hogyha kisebb terve lehetőség van. És akkor átcsapok ide a legvégére az előadásomnak. Az elmúlt években egyre növekvő számban olvashatunk publikációkat, amelyek azt analizálják, hogy a roma közösség hogyan viszonyul a múltjához. Az egyik leggyakrabban idézett neves antropológus tollához származó tanulmány úgy tünteti fel a romákat, mint egy olyan különleges csoportokat, akik inkább felejtenek, semmit emlékeznek a történelmükre. Több olyan álláspont került nyomtatásra, mely szerint a roma közösségek, amelyeket üldöztek a nácik és a szövetségesek a II. Világháborúban, nem emlékeznek meg erről a múltról. A jelenlegi helyzet ilyenfajta
pantogó kizárása, miszerint a romák körében hiányoznak a megemlékezés rítusai, valamint az ahhoz kapcsolódó intézmények, helyek és tevékenységek, teljes mértékben igazságtalanok, ha megvizsgáljuk a roma szervezetek, értelmiségiek és aktivisták múltbéli erőfeszítéseit, a roma holokauszt intézmények és emlékművek létrehozására szerte Európában. A politikai, gazdasági és társadalmi egyenlőséget lehetővé tevő infrastruktúra és intézményrendszer teljes mértékben hiányzik, és elsősorban a romákat sújtó strukturális elnyomás eredménye az, hogy ma számunkra, romák számára a ritka kulturális eseményekhez kapcsolódó közösségi események rítusai, és főként a roma holokauszt megrendítő közös emléke a roma identitást építő két legfontosabb komponens. Ezek teremtik meg a roma generációk közötti folytonosságot, biztosítják az emlékek megosztását és keltik mindannyiunkban a közös sors érzését. A holokauszt emlékezetének kortárs művészeti gyakorlatai, kritikái lehetővé teszik, hogy a szétszorodott és fragmentált roma diaszpora felülemelkedjen a helyi és nemzeti kötöttségünket, hogy mindenki számára elérhető, érthető, lefordító és inspiratív politikai kultúrát tapasztaljon és hozzon létre, amely egyetemes részvételre épít el. Köszönöm szépen a figyelmüket! munkaképesnek látszó emberekkel elvitték, mert hogy akkor
a lázadás lehetősége, amelyik életerősekkel kevésbé valószínű, és így tudták felszámolni augusztus 2-án a cigánytábor. Viszont Kasztorka megmaradt nekünk is, a mi alkotásai körülbelül, hogy látjuk. Nem csak a család időt is ott látjuk, de a Gáborit is. Azt kell még talán elmondanám, hogy ezek a küzdelmek, az interpretáció jogáért, ezek nem egyszerű küzdelmek. Nem mutattak a 2004-es magyar holokauszt kiállítást. Lehet, hogy mutattak, akkor még nem voltunk itt. És annak a története ugye arról szólt, hogy egy komoly zsaroló harc eredménye volt, hogy megjelenhetett a holokauszt múzeumban, a emlékházban a roma kiállítás. Tudnék azt mondtuk, hogy ha nem lehet ott, akkor valahol az aluljáróba, de megcsináljuk. És akkor fogadt el a kuratórium azt, hogy ha 2 hét alatt tudunk valamit csinálni, akkor legyen. És akkor lehet 2 hét alatt. Tehát, és aki meg akarja nézni a vita mostani szakaszát, az éppen a várban volt legutóbb a kutatók éjszakája című program 20-án, ahol Kassa ülésék közöttem volt a legutolsó csörte, ami azt hiszem már megnézhető az intézetnek a honlapján is, tehát felrakták a ritát, tanulságos lesz. Köszönöm szépen, János, a Sikolyának válaszolhatok nagyon gyorsan, hogy köszönöm szépen, János, a kritikus megjegyzésedet, teljesen jogos. Ugye nagyon nehéz elmondani, hogy honnan induljon egy ilyen. Tehát, hogy én nem szeretem, én azt gondolom, hogy az én feladatom, az arról szeretnék én beszélni, hogy a roma holokauszt emlékezete jelenkori vizuális kultúrában, de mivel a roma holokauszt narratívája sosem lehet össze egy teljes egészé, és tulajdonképpen nem is ismerjük az adatokat, ezért a bevezetőm az elvitt konkrétan 50 perc. És nagyon kevés idő maradt arra, hogy azzal foglalkozzak, amit tulajdonképpen én vállalni tudok. Hogy teljesen jogos, igen, kimaradt a 44-es felkelés és egy csomó nagyon fontos információ, de ez nem egy történelmi vezet volt, és arra vonatkozom, hogy alapvetően hogyan lehet így pozitívan dolgozni ezen a területen. Azon meg hát szerintem én vagyok ennek a stratégiának az egyik, mondtam, kilendője, ami rossz értelemben véve, tehát hogy a sok szörnyű, keserű történet után akkor támaszkozzunk szakirodalomra, mert hogy mégiscsak egy ilyen tudományos környezet van, hogy nagyon sokszor mi roma aktivisták így dolgozunk meg. Az aktivizmus maga is arról szól, hogy az ideálokat így a jövőbe helyezzük, és ilyen ideálokat dolgozunk, de hogy nagyon fontos, hogy nem, tehát hogy igyekszünk itt a jelenben, az itt és mostban megvalósítani, performálni ezeket az ideálokat, és ez a Jean-Luc Nancy-nak az Ultimate Creation of the World, az a világ ultimate, abszolút megteremtése, aminek nagy szakirodalma van egyébként, és egyébként meg abszolút a feminista teoretikusok közül muszáj volt valakit említenem, mert hát ahogy Gayatri Chakravarti Spivak mondja, a feministák régóta tudják, hogy hogyan kell az állami mechanizmusokat úgy használni, se a fasizmus, se a nacionalizmus nem nyerhessen teret. Tehát nekem megvannak a stratégiaim arra, hogy hogyan fordítsam ezt pozitív diskurzusokká, tényeké, performatívumokká az én saját életemben és az én saját munkámban, de nagyon helyes, hogy felejted a figyelmemet arra, hogy itt ebben az előadásban nem sikerült ezt így megcsinálnom ezt a shiftet, ezt a váradok. Ki kérdez? Jenő? Szerintem tudományos, inkább csak apró és nagyobb benyomások. Múlt héten voltam egy ilyen nagyon szép időzéletet kiállításon, a főhangsúly eljött a Bonte utca 3-5 szám alatt,
a kiállításra a Székesfehérvár levéltár hozta létre nagyon komoly kutatói munkával, és ott az igazgatónő elmondása szerint óriási anyagokat találtak fotókat leginkább, és ott dokumentumokat. Ami feltűnő volt, hogy annyira hiteles, alapos és mély módon mutatták az eseményeket, ami nem volt jellemző eddig a magyarországi gyakorlatokban, de azt éreztem, hogy a szakma más minőségben, más érzékenységben, rendkívül finom érzékenységgel és szakmai etikával nyúlt ehhez a témához, és ezért nagyon jó lenne, ha sokan látnák ezt a kiállítást és hallanák máskor is a kiállításnak létrehozóinak a hozzáfűzött magyarázatai. Ez az egyik. Másik szintén egy érzés, hogy a második világháború, a holokauszt a kapcsolatban a zsidó és a cigány holokauszt körül nagy vaták vannak a mai napig, János Luderről a legtöbbet. Mert hogy vannak, akik tagadják, és még egy nagyon érdekes dolog, hogy a zsidó nép a tömeges népirtás megélése után, még túlélték, megtanultak védekezni. Rendkívül elkötelezetten, tudatosan. És ugyanerre legalább ennyi okuk lett volna a magyarországi cigányságnak is, ők viszont nem tanultak meg védekezni. A mai napig. Az elmúlt években többször is nagy országos nyilvánosságot nyert, hogy a Jobbik párt, különösen a borsodi képviselőik koncentrációs táborokat akarnak létrehozni az ország különböző pontjain, és ez több éven keresztül napirenden tartották ezt a elképzelésüket, részben követelésüket. Az érdekesebben, hogy a cigányok már találkoztak ezekkel a koncentrációs tábor felállítási elképzelésekkel, sok településen a Jobbik jelöltjeire szavaztak. Szerintem ez a jelenség maga egy önálló kutatási terület. Mert meg kell fejteni, hogy milyen szociálpszichológiai, társadalmi, fizikai körülmények kényszerítik, mert ez a prekoncepció, ahogy most fogalmazok, kényszerítik a cigányokat ezekre a magatartásokra, mert hogy ezek önveszélyeztető, önpusztító magatartások. Köszönöm. Hát köszönjük, és hogy... Nincs. Ja, bocsánat. Akkor megköszönöm Tímerának ezt a nagyon klasszerű adást, és a hozzászólóknak is a részrevételeit, hogyha nincs...